Az 1995-ben alakult értelmi sérültek gyöngyház egyesület célja otthonszerű, családcsoport jellegű életközösségek létrehozása, a meglévők támogatása, amelyekben a fogyatékossággal élő emberek szükség esetén végleges otthonra találhatnak. Az egyesület ikladi Szederfa otthona 2005-ben nyitotta meg kapuit. A Szederfa otthon Iklad központjában egy lakóotthonból és egy nappali foglalkoztatóból áll. A lakóotthonban 13 felnőtt fogyatékkal élő autista fiatal él. A nappali ellátásunkban 15-en vesznek részt, és körülbelül 40 embert foglalkoztatunk megváltozott munkaképességüként. Itt szinte minden lakónk és bejárónk akkreditált foglalkoztatásban van, ami azt jelenti, hogy ők fizetést kapnak a munkájukért. Kézműves műhelyekben, kertészetben, állatok körül tudnak dolgozni. Van faműhelyünk, tűzománc műhelyünk, kerámia műhelyünk, ezek a kézműves műhelyeink. Van itt helyben is egy kert, fóliasátor és kecskék, birkák, illetve Domonyban, nem messze innen, márciustól működik egy kertészetünk, ahol új munkahelyeket teremtettünk. Az elmúlt 10 év alatt a terápiás foglalkoztatásból nőtte ki magát a termelés. Jelenleg egy szociális szövetkezetünk is van, tavaly alapítottuk, és hamarosan megnyílik Gödöllőn egy bolt, ahol a termékeinket fogjuk árusítani. Civil szervezetként nehéz helyzetben vagyunk. Minimális állami hozzájárulással működünk, a többi költségünket pályázatokból, adományokból kell előteremtenünk. Ezért is vettük azt az irányt, hogy minél inkább olyan tevékenységeket végezzünk, ami bevételt tud termelni. Erre hoztuk létre a szociális szövetkezetet, ez egy külön cége tulajdonképpen ennek a közösségnek, és ezért a kertészet is Domonyba, hogy azon túl, hogy a saját szolgáltatásaink résztvevőinek tudjunk termelni, eladásra is szánjuk azokat a termékeket, amik ott megtermelődnek. Április 9-én az idén 10 éves fennállását ünneplő Szederfa otthon vendége volt a térség országgyűlési képviselője Vécsei László. Meghívást kaptam az egyesülettől, mint kiderült 20 éve alapított egyesület, kerek évfordulóban vagyunk, és 10 éve működtetik ezt az intézményt. Készülnek is az évforduló megünneplésére, ez a meghívásomnak az oka, és természetesen az érdeklődés hozott ide, hogy vajon egy ilyen egyesület ezekkel a nehézsorsú emberekkel hogyan is boldogul, milyen élet folyik itt. Az első benyomásom az volt, hogy itt itt lakók, a bejáró dolgozók boldognak tűnnek, és úgy tűnik, hogy teljes életet tudnak élni. Talán ez a legfontosabb a számukra, hiszen az ellátásba kerülőknél az alapellátás úgymond szinte természetesnek vehető, de ebben az intézményben látszik, hogy sokkal többet kapnak, és sokkal többet is tudnak adni, mint ami az alapellátást jelenti. Az látszik, hogy, vagy legalábbis az első benyomásom alapján, hogy ők úgy érzik, hogy hasznos tagjai a közösségnek, úgy érzik, hogy megtalálják a napi tevékenységüket, megtalálják az örömüket abban, amit csinálnak, és van mit csinálniuk. Hát ebben az első rátekintésben, ami egészen megdöbbentő volt, ez a hatalmas állatfarm, tízesével a kistestű állatok, állatgondozástól a fejésig, a termékfeldolgozásig mindent vállalnak és maguk csinálnak. És persze, hát, ha itt körülnézünk ezekben a műhelyekben, akkor látszik, hogy a kézművességnek, kézügyességet, fantáziát igénylő dolgoknak a tömkelege áll rendelkezésükre, mint lehetőség. Köszönöm szépen a egyesület vezetője, igazgató úrnak a meghívást. Nagy érdeklődéssel jöttem, és szeretném hallani, hogy milyen munka folyik itt, milyen élet folyik itt. Láttam a feszület a bejáratnál itt van, úgyhogy nagy baj már nem lehet, ha arra felé fordulunk. Igen, itt derék emberek élnek ebben a házban. Igen. És ki az, aki folyamatosan itt lakik, állandóra itt lakik? Én. Igen, mindjárt?
És ki az, aki naponta jár be? Vannak bejárósok. Vannak bejárósok? Hányan? Hányan vannak bejárósok? Hat. 30 bejárósunk van. Velünk együtt így. És mivel telnek a napok? Kis kézművesség, munka. És mi a legjobb munka? Hát meg az állatok például. Állatok? Milyen állatok vannak? Kecskék, birke. Nem is láttam a bejárat. Na, fönt vannak a kertben? Nem, nem, ott mögöttünk. Hátul? A házsékkorban. Én például szövök. Na, akkor nem csak állatgondozás van, hanem szövés is. Gondolom, hogy a hölgyeknek a szövés az jobban kézre áll. És hány szövőkeret van? Egy. Kettő. Kettő is van? Kettő. Kettő is van? És mit? Szőnyeget? Kis terítőket. És ebben van aszfas műhelyben. Asztalos műhely. Famhely. És az is itt van? Az ott van. Az itt van. Kijöbb? A bejárosnál. Pedig azt is szívesen megnézném. És az asztalos műhelyben mit lehet készíteni? Fajákokat. Játékokat? Az otthon 10 éves fennállását tervezzük meg ünnepelni egy ünnepségsorozattal, és valahogy úgy alakult az életünk, hogy két beruházásunk átadása is erre az évre fog megtörténni. Az egyik a Domonyi Kertészet mellett épült épület, amelyik egy feldolgozó üzem lesz, a másik pedig itt Ikladon egy támogatott lakhatás céljára szolgáló ingatlan, ahol 4 fiatal felnőtt tud önálló életet kezdeni, akik itt az elmúlt 10 évben megtanulták, hogyan kell magukat ellátni. A rendezvénysorozatunk a beruházások átadásából, illetve az egész évben mi az évkörnek megfelelő ünnepeket mindig megünnepeljük, és most ezeket az ünnepeket egy kicsit szélesebb körben szeretnénk ünnepelni, több vendéggel, minden olyan partnerünket meghívni, akik az elmúlt 10 évben segítették a munkánkat. Van itt a Szent Mihály, itt a falon, ő a háznak a védőszentje. És miért ő a védőszentje? Őt választotta a közösség, vagy valami alapra? Nem, mert alapból, hát végülis alapból vallások a házunk. Mi vagyunk egy nagyon fontos püspökkel, a Váci püspökjeiben vagyunk. És Miklós püspök? Igen, jó vagyunk vele, jó barátunk. A püspök úr a kezdetektől támogatja az egyesület működését. A Váci Egyház megye konkrét pénzadományokkal is támogat bennünket, és azt kell, hogy mondjam, a püspök atya szívén viseli a mi sorsunkat, és felkértük, hogy legyen az egyik védnöke ennek az ünnepségsorozatnak, és ő nagy örömmel vállalta ezt. Miben kérik önök az országgyűlési képviselő segítségét? Mi szeretnénk, hogyha minél többen megismernék a munkánkat, és minél több és minél szélesebb körben válna ismerté az, hogy a civil szervezetek, akik szociális szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen magas színvonalon és fenntarthatóan tudják működtetni a szolgáltatásaikat. És szeretnénk, hogyha a képviselő úr a parlamentben ezt az ügyet képviselné. Mert ez nagyon fontos tudni, hogy jelenleg a civil fenntartók a szociális ágazatban körülbelül fele annyi állami támogatást kapnak, mint az állami és az egyházi intézmények. Most ezt az intézményt úgy működtetni, hogy munkahelyeket lehessen teremteni, hogy a munka révén előállított termékeket, dísztárgyakat, használati eszközöket, élelmiszert, ezt piacon el lehessen helyezni, és a szabad piacon versenyképes legyen, ez nem kis feladat, és nem kis feladat az sem, hogy a már megteremtett munkahelyeket valamilyen módon meg tudják őrizni. Ez nem mindig sikerül, talán nem is méltányos elvárás, hogy a saját maguk által előállított javakból fedezni tudják. Az állam mindig nyújtott támogatást ezekhez a munkahely teremtésekhez, illetve munkahely megőrzéshez. Hát nyilván ez a cél, és az egyesület vezetésének is az a célja, hogy a saját maguk által
hát mindent fedezni ugye nem tudnak, ezt a hiányt, ezt valamilyen módon azért állami támogatásból ki tudják pótolni. Megpróbálunk valamiféle együttműködést kialakítani az állami szervek, az ellátórendszer és a e között a civil szervezet, illetve a többi hasonló profilú civil szervezet között.